Egykori sportolókkal és sportrajongókkal telt meg a Topolyai Juhász Erzsébet könyvtár tetőtere csütörtökön. Bencsik Zoltán és Herceg György 3 éves kutatómunka eredményét összegezték a Topolyai Szertorna rövid története című könyvükben. Azért is különös jelentőségű az adatgyűjtemény, mert az egykori Topolyai Szertorna klubról nem maradt fent dokumentáció. Borzasztó nehéz volt a kutatás, mivel írásos dokumentáció nem maradt meg a klubról. Az információkat a ma is élő szertornász kollégáktól gyűjtöttük be, elbeszélések alapján, és ezt jegyeztük le. A klub történetét taglalja a könyv, kitérve a jeles eredményekre és az 1969-es megszüntetés körülményeire. Az egykor virágzó Topolyai Szertorna klubot egy tolvonással szüntették meg, azóta senki nem élesztette újjá a gimnasztika mozgalmat a településen. Kicsit igazságtalanság volt itt, hát nem csak Topolyán, hogy egész Szerbiában is. Mondjuk a gimnasztika soha nem volt olyan nagy porra verve, mondjuk rá, mint a futball, később ugye a kézilabda, kosár, úgy Bács-Topolyán is, mint máshol is, és megőrültek az emberek, hogy ja, hát most rólunk is meg lehet emlékezni. A Topolyai Szertorna történetének 33 évét foglalja össze a most megjelent kötet. A szerzők nem tettek végleges pontot a kiadvány végére, már a folytatást tervezik.